Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatók, kedves vendégek! A mai előadásom témája kicsit rendhagyó lesz, hiszen a illegális migrációval foglalkozom, és annak a határrendészeti vonatkozásaival. Úgy gondoltam, hogy egy kis szélesebb képet kell önök részére adnom ebben a témában, tehát nem csak szűken a illegális migrációval fogok foglalkozni, hanem feldolgozom a határellenőrzésnek a történetét, és a jelenlegi állapotát is szeretném önöknek bemutatni. Eredeti végzettségem határőrtiszt. Egymás között úgy mondjuk, hogy a határőrök békeidőben is harci feladatot látnak el, valóban ott vannak az államhatáron, dolgoznak értünk, gondoskodnak arról, hogy mi az ország biztonságában, az ország belsejében biztonságban legyünk, és megteszik a kötelezettségüket, legyen az éjszaka, legyen az nappal, legyen az tél vagy nyár, tehát tisztelettel kell adóznunk azoknak a kollégáinknak, akik kint dolgoznak az államhatáron. Ha a sajtóhíreket tekintjük, akkor láthatjuk, hogy naponta újabb és újabb migrációs hullám éri el Magyarországot. Amit látjuk, 1222 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök szombaton. Csongrád megye déli részén 991-en koszovóiak, 18-an albánok, 7-en irakiak, 2-en szírek, 1 pedig szomáliai állampolgár volt. Ugyanez van Győrbe is, hiszen a győri illetékességi területen 29 külföldit állítottak elő tiltott határátlépés kísérlete miatt. Ugyanez van az M7-esen, ott is jönnek a határsértők. A keleti pályaudvaron, ott is tömve van illegális migráns a pályaudvar, elbújnak a vonatokon és megpróbálnak nyugati irányba szökni. Mit tudunk tenni? Gyakorlatilag ha az alapelvekből indulunk ki, akkor meg kell határoznunk, hogy mi a biztonság. A biztonságnak a megfogalmazása securitas sine cura. A securitas a két összetevője van, a sine és a sine szó az a nélkült jelenti, a securitas pedig a biztonságot jelenti, a cura pedig a aggodalomat és a félelmet jelenti, tehát a biztonság az egy aggodalom és egy félelem nélküli állapotot jelent. A biztonságnak különböző összetevői vannak. Itt látható a szlájdon, katonai, politikai, gazdasági és társadalmi összetevői vannak. Ennek folyamatosan kihatása van a Magyarország határbiztonságára, hiszen a katonai az azt jelenteni, hogy egy fenyegetettség lenne hazánk irányába, ez az egyik veszély. A politikai veszély is hasonló, gazdasági és társadalmi veszélyek is fenyegethetnék hazánkat, és ez az államhatáron keresztül szűrődne be hazánkba. Mi a migráció? A migráció a lakosság vándorlása a jobb megélhetés reményébe. A migráció az nem egy új dolog, gyakorlatilag már a 16. században megkezdődött a migráció, amikor a fekete Afrikából a rabszolgákat a amerikai kontinensre vitték, hogy dolgozzanak az ültetvényeken. Ők nem akartak oda menni, de mégis ezzel kezdetét vette az illegális migráció. Kik a menekültek? A harmadik ország állampolgárai vagy hontalan személyek, akik veszélynek, üldöztetésnek vannak kitéve a saját hazájukba. Ez a veszély és üldöztetés ez lehet faji, vallási, nemzeti hovatartozása miatt, vagy egyéb ok miatt lehet üldöztetésnek kitéve ez az ember. Ők mind menekültek, és nekik lehetőségük van arra, vagy nincs, hogy eljussanak az adott országukból a jobb életnek a reményében az Európai Uniós országokba, vagy a harmadik biztonsági országba. Hát gyakorlatilag milyen hatásai lehetnek az illegális migrációnak? Az első hatása az, hogy hazánk ugye viszonylagos jólétben él, az Európai Uniónak a teljes jogú tagja, teljes jogú Schengen tagország, az állampolgároknak létbiztonsága van, és dolgoznak és élnek az emberek a maguk békességébe. Ha összehasonlítjuk ezt a mi állapotunkat egy szomáliai lakosnak az állapotával, akkor óriási különbséget fedezünk föl. Tehát ott nincs létbiztonság, ott nincs ennivaló, ott nincs semmi. Ezért a szomáliai állampolgár azt mondja, hogy megpróbálja megkísérelni azt, hogy eljusson a jólét földjére, az Európai Unióra, és ott, ha még csak menekült táborba is kényszerül, akkor is
biztonságban van, van mit enni, és van fedél a feje fölött. Tehát az is az élete jobban alakul, hogyha elindul. Tehát ez egy nagyon fontos körülmény. Nagyon fontos az, hogy ha valaki belép Magyarország állam területére, a külső határokon keresztül, a Schengen külső határokon keresztül, akkor gyakorlatilag eljutott a schengeni országba, a Schengen tagországok egyikébe, és innen gyakorlatilag ellenőrzés nélkül eljut akár Portugáliáig is, hiszen a belső határokon megszűnt a határellenőrzés, lebontásra került. Tehát nem lesz olyan, hogy az útlevelét megint kérik, hanem ha nem kerül közbiztonsági ellenőrzés látókörébe, akkor gyakorlatilag Portugáliáig, Spanyolországig el tud jutni. Ezen kívül az illegális migráció komoly veszélyeket hordoz magába. Gondoljanak bele abba, hogy önök ott laknának a szegedi határszélen, ott egy kis faluba vagy egy tanyán idősödő emberek lennének, és éjszaka 2 órakor egy ilyen 30 fős illegális migráns csoport bekopogna önökhöz, hogy adjanak nekik vizet, vagy nyújtsanak valamilyen segítséget. Hát bizonyára önök is meglepődnének, hogy milyen helyzetbe kerülnek, és ezt a helyzetet valahogy kezelni kell a rendőrségnek, és higgyék el, hogy minden erőnkön azon vagyunk, hogy ezt a helyzetet kezeljük és lokalizáljuk. A határrendészeti alapokról szeretnék szólni. Mi az az államhatár, áramterület, hiszen ez is hozzátartozik a témához, és nagyon sokan nem tudják ezeket, hogy miről szólnak ezek az alapok, ezért néhány szóba is nagyon röviden szeretném ezeket vázolni. Az államterület az a térség, amelyben az állam minden más állam kizárásával főhatalmat gyakorol. Ez területi főhatalom. Tehát abban az országban ott van az államhatalom, és ő gyakorolja a hatalmat. A területi főhatalomnak vannak jellemzői. Az első jellemzői az, hogy teljes. Az állam területén lévő valamennyi ingóra, ingatlan dologra kiterjed. Tehát ezt megjegyezhetjük, hogy teljes főhatalom van. A második jellemzője a kizárólagosság, hiszen egy független államnál az idegen hatalomnak semmilyen beleszólása nincs, hogy mit csinál az adott állam. Tehát megjegyezhetjük azt is, hogy kizárólagos. Viszont nem abszolút a hatalom, azért nem abszolút, mert a szomszédaink vannak, és a szomszédos állam figyelmeit nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ilyen lehet például a nemzetközi jogi szorgalom, amelynek a pozitív változata az, hogyha mondjuk van egy ilyen határzsák, egy ilyen mondjuk a soproni határzsákot elképzeljük, és ez mondjuk nagyobb kiterjedésű, és ott a szomszédos állam egy vasútvonalat szeretne átvinni, hogy ne kelljen neki megkerülni az egész zsákot, akkor joga van arra, hogy kössön velünk egyezményt, vagy az illető országgal, és átvigye a vasútvonalat a országunkon. Erre joga van. Van a negatív nemzetközi jogi szorgalom, amely azt jelenti, hogy vannak különböző kötelezettségek, például nem tehetjük meg azt, hogy nagy hadsereget állomásoztatunk a szomszédos országnak az államhatára mentén, hiszen fenyegetve érezheti magát az az államhatár, vagy az a ország. Az államterületnek meghatározó tényezői vannak. Az egyik tényező az, hogy meghatározott területtel kell rendelkezni. Terület nélkül nincsen állam. Ugye ez világos. Állandó népességgel kell rendelkezni. Működő, legitim kormánnyal kell rendelkezni, és képesség arra, hogy a többi szomszédos országgal, meg a többi állammal kapcsolatot tartson. Nem tudom, hogy mennyien tudják, mennyien nem tudják, az államterületnek a határai a föld középpontjától kezdődik, tehát ott a olaj, meg a arany, meg minden ott van a föld középpontjáig, ugye gyakorlatilag minden állam akkor szomszédos ország, hiszen a föld középpontján találkoznak, onnan indul, a föld felszínéhez ér, és fönn a légtér felső határán egy körülbelül 83 kilométeres magasságban az úgynevezett Kármán Tódorral elnevezett Kármán vonalig tart, amely azt jelenti, hogy a merev szárnyú repülőgépek, amik tudnak repülni, amik sűrű a levegő, addig tart a államterület fölfelé. Ugye, hogy a műholdak hogy repkednek, az más kérdés, itt a merev szárnyú repülőgépek, amik föl tudnak menni, addig van területi főhatalmunk. Az államterületnek vannak részei.
Van a szárazföldi, ez világos vízi terület. Ugye itt nagyon érdekes a tengereknél a határterület. Ugye régen az volt, hogy a tengeri terület az addig tartott, ameddig az ágyúval bebírtak lőni a tengerbe, főhatalmat tudtak gyakorolni a víz fölött, hogy ágyúval oda tudtak lőni, addig tartott. Most más szabályok vannak. A légi terület is hozzátartozik, és a kiegészítő államterület, gondoljunk bele, hogy a nemzetközi vizeken hajózó hajók, ugye az a kapitány ott a fő hadúr, és gyakorlatilag az az államterület, amely lobogó alatt hajózik a hajó. Vagy pedig a közlekedő repülők, ott is a kapitánya illetékes. De ezen kívül még vannak ilyen kiegészítő államterületek. Bizonyára tudják, hogy a nagykövetségeknek is az államterülete az is az adott államhoz tartozik. Meg ha a nagykövet elindul az autójával és kint van az ásztó, akkor az is az adott állam területét képezi. Mi az államhatár? Az államhatár Magyarország területét határoló a föld felszínén függőlegesen áthaladó képzeletbeli síkoknak az összessége. Azért mondom, hogy képzeletbeli síkok összessége, mert gyakorlatilag egy virtuális dologról beszélünk. Onnan tudjuk, hogy ott vagyunk az államhatáron, hogy vannak ilyen határkövek lerakva, és nagyon komoly határrendi szerződések vannak, hogy ezek a határkövek hogyan nézzenek ki, és ezek a határkövek jelzik gyakorlatilag a határvonalat. A tetején mindegyiknek van egy ilyen kis jelzés, hogy merre folytatódik az államhatár. És a helyi önkormányzat az kitisztítja a honi terület felé eső részt. Ez változó, ezt úgy hívják, hogy határnyiladék, ez 3 és 5 méter között változhat. Tehát ha föntről nézzük a repülőről a államhatárt, akkor elméletileg látnunk kell egy ilyen csíkot, ami meg van tisztítva a látást akadályozó növényektől. A határmegállapítás ez egy jogi aktus, egy nemzetközi jogi aktus, amely megvalósítható a delimitációval. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi szerződés alapján, vagy a két ország, ahogy megegyezik, fognak egy térképet, és akkor ott szépen meghúzzák a térképen az államhatárt. Ezt hívják delimitációnak. Utána következik a demarkáció, amikor lemennek, vagy kimennek a terepre, és ott viszik a térképet, és ott meghatározzák, hogy hol van a államhatárnak a húzódása. És a harmadik az pedig a redemarkáció, amikor rájönnek, hogy nem biztos, hogy ott kéne húzni az államhatárt, ugye megegyezés kérdése, és akkor újra kitűzik az államhatáron. És akkor a határkövek ott vannak, nagyon fontos, hogy az sérthetetlen legyen. Ha elmozdul a határkő, akkor az komoly problémát jelent, és a szomszédos országoknak azt egyeztetni kell, hogy miért mozdult el. Gyakori eset volt, hogy az osztrák traktoros az kiszántotta a határkövet, mert éppen nem figyelt oda. És akkor ugye... Még a határvonalhoz szeretnék valamit mondani. Azt szeretném mondani, hogy a határvonalnak a hossza az nem állandó. Ugyanis a folyók, ugye, hogy sodorják a törmeléket, ugye a folyónak a medervonala az úgy változhat, amerre éppen a víz viszi. Tehát mindig mozgás van, ezért mindig ilyen hozzávetőleges számot tudunk mondani a határvonalnak a hosszúságáról. Zárójelben jegyzem meg, hogy a folyónak általában a sodorvonala, az a, nem a közepe, hanem a víznek a sodorvonala, az a határvonal gyakorlatilag. Az államhatár megállapításának fórumai, ugye a békekonferenciák, hát ez a legegyszerűbb, ugye mindannyian emlékszünk a versailles-i békeszerződésről, ahol szépen meghúzták az államhatárt, sajnos. Vannak nemzetközi értekezletek és döntőbíróságok, ez akkor van, hogyha két ország nem tud megegyezni, akkor oda viszik egy harmadik fél elé, és akkor ott megoldják ezt a problémát. Minap olvastam, hogy Azerbajdzsán és Örményország között is vannak ilyen viták. Egy ilyen jó kis szerződésnek a mellékletébe olvastam ezt a dolgot, hogy addig nem csinálnak semmit, ameddig ezt a vitát meg nem oldják. Úgyhogy sajnos van ilyen. Kétoldalú nemzetközi tárgyalások bizonyára emlékeznek rá, hogy az orosz cár az eladta Alaszkát az Amerikai Egyesült Államoknak, tehát ez egy sima kis jogügylet volt annak idején. A megállapítás elvei. Nagyon fontos a természetes határok elve, mint elv, amikor megállapítják. Ugye egy ilyen Kárpát-medencében, hát hol van a természetes határ? Hát mondjuk a Kárpátoknak a hegyvonulatának a csúcsa, például az egy remek támpontot adhat, ugye? Lehet egy ilyen, vagy egy folyóvonalnak, egy folyó
folyó képezze természetes határt, tehát vagy egy út, vagy valami, tehát valami ezt lehessen kötni. Következő a történelmi határok elve. Ugye azt mondjuk, 1000 éve itt volt a határ, akkor ezentúl itt is marad, meg is védjük. Nemzetiségi határok elve. Hát ezt az elvet egészen fölrúgták a versailles-i békeszerződésekkel, hiszen mindenkinek szem előtt van a Nagy Magyarország térképe és a vörös foltok, amik azt jelképezték, hogy a magyar nemzet merre van. Tehát ezt nem sikerült nekik figyelembe venni. Az államok biztonságának elve és a hatalmi egyensúly elve, gondoljanak Észak-Koreára és Dél-Koreára, ott egyensúlyban van úgy nagyjából a két ország, hát akkor ott lett az államhatár. Gyakorlatilag ennyit csináltak. Egy gyönyörű képet tudok mutatni önöknek a természetes határok elvére. Ugye három ország, Paraguay, Argentína és Brazília, ugye itt a Paraná és az Uruguay folyó, és akkor szépen ott van a államhatár, oda tették. Nemzetközi értekezletek, döntőbíróságok. Gyönyörű ez az Észak-Amerikai Egyesült Államoknak a határ, ugye a szélességi foknál megvan. Itt a Afrikában hosszúsági fok, ugye? Hát ott a sivatagból nincs sok vita, meghúzták a térképen, hogy ott lesz, és ott van. És akkor itt a hatalmi egyensúly elvére egy jó kis példa, a török hódoltság, ugye, és a magyar királyságnak a viszonya, hát ott volt a 150 évig a határ. Néhány szót szeretnék szólni a magyar határvizet történetéről. Az első határ esemény, vagy határőrzeti eljárás, ez a gyepű elve volt. Ugye amikor a magyar törzsek vándoroltak Európa irányába, akkor gyakorlatilag nem volt túlzsúfolt Ázsia és Európa. Tehát a népek között egy ilyen 3-4 napos vagy 5 napos járóföldnyi távolság is volt. És a két népcsoport közötti hézagbort meg vidáman legeltették a állataikat a pásztorok. És amikor az egyik népcsoport megtámadta a másikat, akkor a pásztorok vitték a hírt, és akkor hadba szólították az illető nemzetet, és megpróbálták visszaverni. Ez annyira finomodott, hogy amikor ilyen lápos terület volt, vagy egy ilyen jó kis békásszoros például, vagy a tatárhágó, egy ilyen természetes védhető vonal, akkor ezek a néptörzsek, ezek szépen ezt elfoglalták, és akkor ott kezdődött gyakorlatilag a határőrzet, ezeket a népeket, hogy a király azért fizette, hogy meg ilyen kiváltságokat adott neki, hogy őrizze a honországban lévő, vagy az ország belsejében lévő népeket. A középkorban a végvári rendszer volt a határőrzeti rendszer, ugye láttuk az előbb a török hódoltsággal kapcsolatban. Dualista államrendszer volt, megkezdődött a fejlődés, katonai határőrvidéket felszámolták, létrejött a belügyminisztérium, és 1906-ban már törvényt is adtak ki a határőrzetről. A két világháború között ugye a magyar királyi vámőrség végezte a határőrzeti feladatokat, második világháborúban pedig már határvédelem volt, ott ugye a Észak-Erdély visszafoglalásakor, ott a dicső határvadász csapatok bevonultak, és ott ugye visszaállították a helyzetet annak idején. Totális határőrzet a 90-es évekig volt, a második világháború után. Itt a szovjet mintára kialakított határőrzeti rendszer működött, majd erről is fogok néhány szót szólni. És ezt követte az Európai Uniós felkészülés, a csatlakozás, át kellett szervezni az egész határőrséget, megváltozott a külpolitikai viszony, és azt mondhatjuk, hogy létrejött a hivatásos állományú határőrség, megszűntek a sorállományú határőrök. És akkor a végén a Schengen csatlakozás 2007. december 22-ével pontot tett a fejlődés ezen részére. Gyakorlatilag létrejöttek a Schengen külső és a Schengen belső határok, amely teljesen új dimenzióba helyezte a határőrizetet. Hát mit tudunk tenni? Azt gondolom én, hogy néhány ország az tett azért, hogy a határai megbízhatóan legyenek őrizve. Hát például nézzük meg a kínai nagyfalat. Ugye itt látható 13 méter magas, 4-5 méter széles, és ilyen 1000 kilométerekig ott húzódik. Igaz, hogy ma már semmi jelentősége nincs, de akkor ugye a tatár hordák ellen ott nagyon jól szolgált ez az építmény.
A következő építmény, ez a Német Szövetségi Köztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság közötti államhatár, ami annyira szigorúan volt őrizve, hogy képzeljék el, hogy a német NDK-s turisták azok hazánkba jöttek, és itt próbáltak meg kijutni Ausztria felé, mert hazánkban nem volt ilyen nagyon erős a határőrzeti rendszer. De gyakorlatilag ez úgy nézett ki, hogy volt ez ilyen 3-4 méter magas beton kerítés, és akkor itt a nyomsáv, itt vannak a őrtornyok, amiben géppuskások voltak, és aki arra járt, az annak ilyen rövid felszólítás után, hogy állj, ki voltál, és már lőttek is, és ugye nem szívesen mentek erre a német állampolgárok. Van még 1001 kiváló példa, USA és mexikói határ. Nagyon nagy volt az illegális nyomás, azt mondta az Amerikai Egyesült Államok, hogy építünk egy jó kis falat oda, és akkor le van védve az egész, és nincs probléma továbbiakban. És ott járőröznek, ugye ez az amerikai oldal, itt a járőrautót járőrözget, és egész nap ezt csinálja. És ha van valaki, akkor elfogja őket. Nekem ez a legkedvesebb, ez az izraeli és Palesztina közötti államhatár. Ezt így a fényképről nem tudom megsatszolni, hogy hány méter magas, de azt tudom, hogy miért építették, és hogy miért építették ilyen magasra. Azért, mert a palesztinok azok ilyen rakétavetőkkel, ilyen páncéltörő gránátokkal lövöldöztek át izraeli területre, és ott megfigyelték jól a találatokat. És erre jól megépítették ezt a magas falat, hogy ne lássák, hogy hova lövi a rakétát a palesztin fél, és akkor így ugye ez is elég biztonságosnak tűnik is. És egyébként beszéltem egy izraeli úriemberrel, aki mondja, hogy nagyon bevált ez a fal, csak nagyon sok pénzbe kerül, de én azt gondolom, hogy nem ez a megoldás. Mexikó, Arizona, ugyanez látható itt is, a járőr ott megy, az autójával, és ott is ugye fizikai akadályt képeznek, hogy ne tudjanak átmenni a illegális migránsok. Hát ez az India és Pakisztán ugye híres a közöttük lévő jó viszonyról. Hát itt a határbiztosító raj ugye járőrözik a államhatár mentén. Na és akkor néhány szót szeretnék szólni a mi szüleményünkről, az elektronikus vagy elektronikus jelzőrendszerről. Ugye ez a nyugati határon volt lerakva, ez gyakorlatilag az egész ausztriai határt lefette. És tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezelőtt egy aknamező rendszer volt lerakva. Tehát ez nagyon humánus ahhoz képest, hogy ott aknamező volt, ilyen vegyes telepítésű aknamező volt, harckocsi meg gyalogsági aknák voltak lerakva. Ott, aki oda ment, az mondjuk fölrobbant. Itt például annyi volt a engedmény a dologba, hogy ez egy gyenge árammal működő elektronikus jelzőrendszer volt. Ilyen 25 volt feszültség volt az egyes drótokban, és ha a két drót összeért, vagy megszakadt az áramkör, akkor 100 méteres pontossággal bejelölte az őrsön lévő műszer, hogy hol történt meg a probléma, és akkor, amikor ez megtörtént, akkor indult a riadócsoport, amelynek 5 perces felkészülés után már kint kellett lenni, és akkor ők nyomon üldözték a határsértőket, és időközben az árás az pedig lezárta az államhatárt, és így gyakorlatilag 98%-os hatásfokkal dolgoztak annak idején ezzel az eszközzel. Nagyon elbutította a határőröket ez, mert semmit nem kellett csinálni, ott nézni a műszert, hogy hol van jelzés, és akkor oda kellett menni, és el kellett fogni. Ennek a leküzdési módjára számos megoldás volt. Volt olyan, aki aláásott itt a drótok alatt, bár nehéz volt, mert a járőrök ott 2-3 óránként ott járőröztek és figyelték a rendszer működését. Volt, aki létrát épített és azon ment volna hát, vagy hozta a létráját. Ez egy ilyen billenő fa rész, ez csak úgy rá van téve. Tehát ha valaki úgy mászott rajta, akkor lebillent az egész. Tehát nagyon komoly rendszer volt. És akkor ezt követte a nyomsáv, és akkor meg a manőverút, és akkor gyakorlatilag ugye egészen jól lehetett látni, hogy hol történt a határsértés. Rengeteg riadó volt, mert ugye az időjárás miatt is, meg a nyúl, ahogy jött, akkor szépen átbújt itt a két drót között, és akkor összenyomta, már meg is történt a riasztás. Úgyhogy nagyon sok pénzbe került, nagyon macerás volt,
egy ilyen hangjelzést is adott a duda, egy dudát, és akkor az is ilyen pszichikai elrendtető hatása volt a hatásértőnek. De nagyon jól működött, csak ez sem a megoldás. Szemléltetni szeretném, hogy mi volt itt akkor. Tehát ez az elektromos jelzőrendszer, ez olyan távolságra volt telepítve az államhatártól, hogy gyalog véletlenül se érjen ki, még ha fut sem, akkor se érje az államhatárt. És akkor szépen ez történt, elindult a hatásértő, bejelzett a rendszer, ment a üldözőcsoport, az ment utána, ment a gépkocsival a zárócsoport, és bezárták a határt, és már kész is. Hát mit tudunk tenni? Magyarország államhatárának biztonságát a következő kihívások fenyegették. Ugye azt mondtuk, hogy a vasfüggönyt azt le kell bontani, mert ez nem túl humánus, meg nincs erre szükség is. Amúgy is már eléggé tönkre volt menve ahhoz, hogy lebontsák ezt. Ilyen nagy csinadattával ugye lebontották, és elfelejtettük az egész dolgot. Viszont meg kellett szervezni az államhatár ezen szakaszának a megbízható őrzését. Ez volt 1989-ben. Ugye ezzel egy időben volt a romániai forradalom. Ott is ugye határ menti dolgok voltak, nagyon sok menekült érkezett Romániából abban az időben, hogy akik emlékeznek rá. A hadsereg is készenlétben állt, hogy ha valami volna, akkor kezeli a helyzetet. A harmadik esemény 1992 és 95 között volt, ez a Baranyavár nevű határbiztosítás, ekkor már én is ott voltam, és akkor ez arról szólt, gyakorlatilag, hogy a volt Jugoszlávia utódállamai, azok elkezdtek ott egymással harcolni, itt a Baranya háromszög térségébe, és akkor ugye a szerbek meg a horvátok ott harcoltak egymással, és az volt a teória, hogy valamelyik fél átkarolást hajt jobbról, vagy átkarolást hajt végre balról, és így oldalba támadja az ellenséget. Ezért a magyar határőrség az akkori határvadász századokat mindet odarendelte, lezárta hermetikusan az államhatárt, és biztosította azt, hogy ne lépjen át a magyar földre senki, nehogy belekeveredjünk valamilyen háborús konfliktusba a szomszédainkkal, legyen az bármelyik szomszéd. És emögött pedig ott volt a magyar honvédség készenlétbe. Ebben az időszakban a határőrségnek határvadász századai voltak. Én a doktori disszertációmat ebből írtam, hogy hogyan lehet ezt a határvadász századot alkalmazni az Európai Uniós viszonyok között. Tehát erről szólt az egész, és végül meg is valósult ez a teória, amit ott kifejtettem. Tehát voltak páncélozott szállító harcjárművek, ilyen SPG-9, ilyen rakétavető, meg páncéltörő eszköz, tehát mindennel jól fel voltunk szerelve. Az akkori időszakban ezt kellett csinálni. És akkor így ugye elült ez az egész problémakör. És a mai napon, vagy a mostani időszakban ez a ukrán-orosz konfliktus, ugye itt is valljuk be, az Ukrajna keleti határain háború van, és ott bármi történhet. Ez eszkalálódhat, lehetnek magyar menekültek, minden lehet, erre is készen vannak a tervek is, és tudjuk kezelni ezt a problémát. A határőrzés jogszabályi alapjairól szeretnék néhány szót szólni. Az egyik, ez a 94 évi 34-es törvény a rendőrségről. Ugye majd elmesélem, hogy hogyan alakult át a határőrség rendőrségé, de gyakorlatilag a feladatokat sorolja föl. Az első feladata a rendőrségnek most már az államhatár őrzése, tehát határőrzési vonatkozásban. Államhatár őrzése, második a határforgalom ellenőrzése, harmadik a határrend fenntartása, és a negyedik a konfliktus helyzet és a tömeges méretű migráció kezelése. Tehát ami most van a hazánk szerb határainál, ez is a feladata nyilvánvalóan. Na, mutatok egy másik fajta nézőpontot. Ez is egy államhatár. Most gondoljunk vissza az előző izraeli palesztin államhatára, a 10 méter magas betonoszlop vagy a betonkerítéshez. Gondoljunk vissza, és nézzük meg ezt a Belgium és Hollandia közötti államhatárt. Itt az államhatár itt húzódik egyébként. Úgyhogy ha a lakos a egyik szobában vagy, akkor Belgiumban van, a másikban akkor Hollandiában van. Tehát szó sincs semmilyen határerődítményről, hogy egy teljesen liberális, békés viszony van, mindegy, hogy hol van, ott van a helyén, tehát nincs vele probléma. És nézzük meg a magyar államhatárt, hogy most hogy néz ki.
Tehát ez a osztrák, szlovák és magyar hármas határ, egy jó képű kis pihenő van oda építve, ha itt ülünk, akkor éppen nem is látom, hogy hol vagyunk, azt hiszem Ausztriában vagyunk, ott Szlovákiában üldögélünk, amott meg a másik helyen üldögélünk. Tehát ugye micsoda különbség van egy ilyen drótkerítés meg egy ilyen között? És milyen nehéz itt elfogni a határsértőt, amikor nincs semmilyen eszköz a kezembe. És itt jön a határőröknek a csavaros logikája, meg a csavaros esze, meg az elvek, meg az egyéb tudomány, és akkor itt van a szakmának a tudománya, hogy hogyan őrizzük meg a hazánknak a biztonságát, hogyan fogjuk el minden nélkül a illegális személyeket. És itt a határrendészetben látható törvényszerűségekhez kell visszamennem. Ugye az első törvényszerűség az államhatár kettős jellege, folyamatos érvényesülés és kölcsönhatás. Ez a kettős jelleg, ez a politikai határ és a vámhatár. Ugye ha megnézzük a Schengen belső határokat, akkor gyakorlatilag ott már nincs semmilyen vámellenőrzés. Tehát itt a vámhatár jellege teljesen megszűnt a határnak. A második az a adott állam közelebbi és távolabbi régiójának a helyzete. Ugye milyen biztonsági helyzet van, olyan szervezetet kell létrehoznom. Ha arra volt szükség, hogy a horvátok meg a szerbek ott a Baranya háromszögbe háborúznak egymással, akkor oda kell menni, és oda a nehéz fegyverzetű határvadász alegységeket kell odavinni, mert arra van szükség. Tehát valamilyen választ kell adni a kihívásra. Adott állam politikai céljának közvetlen hatása, és az adott állam anyagi és pénzügyi lehetőségei. Ugye, ha van sok pénz, akkor nagy hadsereg van, ha kis pénz van, akkor kis hadsereg. Ugye nagy hadsereg fegyverkezik, kis hadsereg öltözködik. Ugye? Tehát ez a szlogen. Vannak még általános elvek. Ezek nagyon fontosak, és itt jön a határőr fifika, amikor azt mondjuk, hogy a mindenkori határhelyzetet és az erőeszközt úgy alkalmazom, hogy ezek összhangban legyenek. Ha nincs határsértő, akkor nem kell oda határőr, mert fölösleges. Ha sok van, akkor oda kell vinni. Lásd most Szegedre. Volt valamennyi létszám ott a szegedi határrendészeti kirendeltségen. Most, hogy sok illegális migráns van, oda vitték a készenléti rendőrségnek az embereit. Itt ennek az elvnek felelt meg ez a manőver. Erőeszköz összpontosítás elve. Idő és térbeni folyamatosság elve. Azért mondtam itt az elején, hogy mindegy, hogy mínusz 20 fok van, vagy plusz 40 fok, akkor is ott van a határőr, határrendész, és ott őrzés, ott járőrözik is. És az mind miértünk van. Mi itt az ország belsején nem is tudjuk, sokan nem is tudják, hogy micsoda komoly munka folyik a országnak a államhatárain. Aktivitás elve, keressük a embereket. Meglepés elve, manőverezés elve. Tehát nem csak ott állunk, hanem megyünk és kutatjuk a hatásértőt. Szervezet és tevékenység mély felépítésének elve. Majd mindjárt a következő árván meglátjuk, hogy mi ez. Ugye együttműködünk mindenkivel, és elfogadjuk a segítséget mindenkitől, aki segít. Itt egy mélységi ellenőrzésnek a elvi vázlata látható. Gyakorlatilag nagyon jó viszonyban vagyunk mondjuk a szomszédos országgal, együtt dolgozunk, itt van a határvonal, itt indul a határsértő, ugye ezek a pirosak jelzik a határsértőket, és akkor azt mondjuk, hogy nincs annyi emberünk, hogy mindenhova állítsunk egyet, hanem megnézzük a határsértőknek a áthaladási csomópontjait, és oda tesszük a járőrt, és akkor kikövetkeztetjük azt, hogy éjszaka fognak indulni, az éjszaka első felébe, második felébe, és ilyen számvetéseket végzünk, és azt mondjuk, hogy ez a délután, akkor délután ugye el kell neki jutni, hogy mit tudom, éjfélre ide érjen a határhoz, ugye általában akkor, mert azt hiszik, hogy akkor alszanak a határőrök, hát nem alszanak, akkor sem. Tehát a csomópontokat ellenőrizzük, követjük a illegális migránsoknak meg a jogsértő cselekményt elkövető személyeknek a vándorlását, ugye itt van az államhatár, és akkor itt meg a szomszéd ország az meg már várja őket, mert kb. Akkor éjszaka egy órakor fog odaérni. Ugye annak idején mi nem ilyen tömeges migrációra készültünk, hanem ilyen egy-két ember, öt ember, tíz ember, és akkor ugye arra számítottunk, hogy azokat kell elfogni. Tehát most nagyon könnyű a dolgunk, mert most megindulnak százan, ott ki van taposva az ösvény, ugye a zöld mezőbe a sáros csapás, és ott jönnek a migránsok, gyerekestül,
nagy táskástól mindenestől, és akkor oda mennek a határrendészhez, és akkor mondják, hogy itt vagyunk. És akkor azél, ugye menekült, azt jelenti, és akkor egyből menekült státuszért folyamodnak, vagy nem, vagy éppen szétszaladnak. Tehát ezernyi variáció van, de most itt nem nagyon kell úgy kutatni utánuk, mert oda jönnek és feladják magukat. Vissza a magyar határőrséghez. Mi volt a Schengen csatlakozás előtt? Amit látjuk, ugye térben és időben folyamatos határőrzet volt. Az ország teljes kerületén ott voltak a határőr igazgatóságok, szám szerint 10 darab, ami már csökkentett változat, hiszen 13 volt előtte. Ugye volt még Sopronba és Zalaegerszegen is egy határőr igazgatóság, csak megszűnt, ugye, mert átalakult ez az egész dolog. Ezek itt a kis zászlócskák a határrendészeti kirendeltségek, a kis téglalapocskák pedig a határátkelő helyek. Tehát volt belőle bőven, itt a határozati kirendeltségből volt 71, határvadász századból volt 14, és határőr igazgatóságból itt a végére 10. Határforgalmi kirendeltségből 51 és 20 darab határátkelő hely volt. Tehát láthatják, hogy itt körbe volt ez az egész bástyázva. És milyen eredmények voltak? Látjuk az eredményeket, ugye a piros foltok azok azt jelentik, hogy darabra mennyi határsértő és jogellenes személy, vagy jogellenes cselekményt elkövető személy érkezett, és láthatjuk itt, hogy a keleti határ is egész komoly mennyiség érkezett. Egyértelmű a budapesti központuság, ugye aki bejut az országba, legyen az legális vagy illegális, mert lehet, hogy legálisan jutott be az országba, csak utána megpróbált kijutni a nyugati irányba, és akkor elfogásra került. Tehát nem azt jelenti, hogy itt sikerült neki a tiltott határátlépés, és akkor nyugaton is sikerülnie kellett. Tehát lehet, hogy legálisan jutott be az országba. Ezt azért vetítem ki ezt a ábrát, mert utána minden megváltozott, amikor Schengen tagország lettünk. Ugye a belső határokon megszűnt a határellenőrzés. Tehát kérdésem az, hogy van-e, aki megfogja itt a belső határon a illegális migránsokat, meg a határsértést elkövető személyeket, meg a jogsértő személyeket. Hát van-e? Hát persze, hogy van. A magyar rendőrség fogja el, hiszen komoly járőrözést, meg komoly felderítő munkát végeznek. Tehát nagyon jó hatékonysággal dolgozik a magyar rendőrség. Itt a régi időkből egy kirendeltségvezetői munkatérkép. Láthatják, nincs benne elektromos jelzőrendszer, semmi nincs, hanem azt mondja a kirendeltségvezető, hogy elemzem a terepet, itt jöhet a határsértő, elemzi a sok évre visszamenőleg az adatokat, és azt mondja, hogy megállapítom, hogy a illegális migránsoknak a valószínű iránya ez, a határterületnek az egyharmad része, és megállapítja azt, hogy mindig, mit tudom én, éjfél, meg 12 óra között szoktak jönni, éjfél és mit tudom én, 1 óra között szoktak jönni, akkor oda összpontosítja az erőt és az eszközt. A legtöbb járőr akkor van kint, valószínű időbe, és a valószínű irányba is van a legtöbb járőr abba az esetben, hogyha úgy jön az elemzés, az elemző munka ezt az eredményt adja. Tehát nem úgy van az, hogy mindenhová vezénylek járőrt, oda kell a járőrt vinni, ahol éppen számítunk a ellentevékenységre. Emlegettem a határvadász századokat, és már mennek is, és ez a harcászati zárás lerakása felvezetéssel, a Baranyavár akcióban ilyenek voltak. Tehát látható, a 2 darab géppuskás tüzelőállás foglal, és végzi a határ biztosítását. Utána megy a következőket, és ez így megy végig, és így szépen lerakják az árást, és felkészülnek a kiserejű ellenségnek a visszaverésre, hogyha szükséges. A következő, ez a láncban történő kutatás, ugye ennek is vannak különböző fajtái. Itt a kutatócsoport elindul, ugye fölvette a megindulási terepszakaszt, és akkor elindul az erdő felé, és akkor ugye átkutatja az erdőt, és elfogja jogsértő személyeket. Ez is régi, most manapság már nincsen ilyen. Csak hogy lássák, hogy volt ilyen is valaha. Ez a láncban történő kutatás. Van még felderítő kutatócsoportban, kombinált módon, tehát van ennek komoly szakirodalma. Na, hogyan fejlődött a határőrség?
Tehát 89-től 97-ig a nyugat-európai típusú határőrség kialakítása történt, ugye jogállamiság követelmények felelt meg. Ezután 97 és 2003 között társult tagság volt, a schengeni joganyagot átvettük, jöttek a szakértők, mint ahogy én mentem Törökországba, jöttek ide a németek, meg a franciák, és itt magyarázgattak nekünk itt a határőrzet elveiről. Mondtuk, hogy mi ezt jobban tudjuk, mert csak értünk valamit hozzá. Ők mondták, hogy igen, tényleg jobban tudjuk, mondtuk, hogy rendben van. 2004-től, május 1-től Európai Uniós tagság volt, az EU külső határok határozatának átvétele, a belső határok lebontásának előkészítése, ez volt a feladat. És akkor 2007. december 22-től pedig a teljes jogú Schengen tagság, az EU külső határok határozatáért való felelősség, a belső határok lebontása következett, és utána 2008-tól pedig a rendőrség része lett a határőrség. Miért volt erre szükség? Hát azért volt rá szükség, mert megszűntek a belső határok, nem volt határőrzés, és a határőrségnek a fele munkája az odaveszett ezáltal. Ezért a rendőrség része lett. Néhány dolgot szeretnék, tehát Magyarország Schengen tagság előtt önálló határőrség volt, a belső határokon úgy alakult ez át, hogy a rendőrségi szervezetben létrejött a közrendvédelmi osztály, és ott foglalkoztak a határügyekkel, a külső határokon pedig határrendészeti szakterület és határrendészeti osztályok jöttek létre. Tehát gyakorlatilag megmaradt ugyanúgy. Tehát a Schengen külső határokon ma is van olyan, hogy van rendőrőrs, meg van határrendészeti kirendeltség. Így egymás mellett az egyik a bűnözőket fogja, a másik pedig a határ felügyeli. És akkor nagyon jó eszközök vannak. Ugye vannak ilyen különböző adatbázisok, és mindenféle ilyen technikák vannak, amiről már fogok szólni. De azt szeretném önöknek mondani, hogyha a Schengen belső határon szükség van az ellenőrzés visszaállítására, akkor erre van lehetőség a tagállam kérelmére is 30 napig. Ilyen futball világbajnokságokon Németország mondjuk visszaállította 30 napra a határellenőrzését. Tehát erre van lehetőség. És akkor nagyon fontos az, hogy a külső határokon megerősített határőrzési rendszer működjön. Működik a schengeni információs rendszer, technikai eszközök és berendezések tömegesen alkalmazásra kerülnek. Na és akkor eljutottunk a Schengen belső határokhoz. A határviszonylatok jellemzői. Ugye Ukrajna az nem Schengen tagország és nem Európai Uniós tagsággal bír. Tehát ott teljes szigorú határőrizet van. Másik az Románia, amely ugyan Európai Uniós tagság, de nem Schengen tagország. Ott megmaradt a határforgalmi ellenőrzés. Harmadik az Szerbia, se nem EU tag, se nem Schengen tag. Negyedik az Horvátország, Európai Unió tagja, de nem Schengen tagország. Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, ugye Schengen tagországok, Európai Uniós tagországok, gyakorlatilag megszűnt a határforgalmi ellenőrzés. A pirossal jelzett terület, meg a kékkel jelzett terület az a határterület. Ugye a határterület az önkormányzathoz tartozik egyébként, az az önkormányzati terület, illetékességi terület, amely kapcsolatban van a államhatárral. És akkor ugye beszéltem erről a határnyíladékról, ami a 5 méter meg 3 méter lehet, ezt a helyi önkormányzat tisztítja ki. És akkor gyakorlatilag a határsértőknek a mozgás iránya, ugye az nem változott, általában nyugati irányba mennek, kelet-nyugati irányú, Budapest a központ, és a nyugati részen ott is valamit kell tenni. Ahhoz, hogy a ország mélységében is hatékonyak legyünk, ekkor jön a elveknek való megfelelés. Azt mondjuk, hogy tanulmányozzuk a illegális migránsoknak, meg a jogsértést elkövető személyeknek a útvonalát, és azokban a csomópontokban, ahol ők megpihennek, vagy megállnak ilyen autóparkolókban, vagy valami, akkor oda vezényünk járőt, és akkor ezeket ellenőrizzük, és akkor így kiszűrjük azt, hogy ne jussanak ki a nyugati határokon, nyugati határszakaszon.
Valamint van olyan lehetőség, hogy ilyen közös járőrszolgálatot vezénylünk. Ugye van kezdeményezés a románokkal is, közös járőrszolgálatra, az osztrákokkal is, a szlovákokkal is, a szlovénekkel is. A két kirendeltség vezető megbeszéli, ugye egyezmény alapján, és akkor egymás határait átlépve közösen járőröznek. Ugye a tévében is látható volt, hogy a keleti pályaudvaron a német határrendész, a képen rendőr, az is ott járőrözött. Jó. Milyen intézkedések lehetnek még? Határon átnyúló üldözés, határon átnyúló figyelés. Ez például azt jelenti, hogy a hőkameránkkal, mondjuk nézzük a szerbiai oldalt, és akkor látjuk, hogy jön egy migráns csoport, akkor rászólunk a szerveknek, hogy mit tudom én, a 5-ös tájékozódási pontnál jön a migráns csoport, menjenek oda is fogják el, így segítséget nyújtunk nekik például. Összekötő tiszti rendszer, küldünk mindenféle tiszteket, hogy segítsék az ottani határőrzeti szervnek a működtetését. Szállítóvállalatok felelőssége. A repülőgépen azért nézik meg nagyon a légitársaság emberei az útlevelünket, mert ha elvinnének bennünket valamelyik országba, és nem lenne érvényes úti okmányunk, akkor egy, hogy ott jó megbüntetnék, hogy elvitt bennünket, második pedig az ő költségén vissza kéne szállítani bennünket. Ezért nagyon nézik a repülőtereken a úti okmányokat. Van még jogharmonizáció, rendészeti szervek tevékenységek összehangolása is, akkor beszéltem a közös járőrözésről, meg van egy kapcsolattartási szolgálati helyi rendszer, amely azt jelenti, hogy a szomszédos országoknak a tisztviselői, azok ott üldögélnek egy darab asztalnál, ott egymással szembe, és akkor ott kicserélik az információkat. Eljutottunk az illegális migrációhoz. Mondhatjuk azt, hogy vannak ilyen kibocsátó országok. Itt a mi viszonylatunkban ezek a kibocsátó országok. Pakisztán, Afganisztán, Szíria és Fekete-Afrika, hiszen jönnek afrikai migránsok is a magyar határszakaszon. Ugye van itt a tengeri útvonal, amit nem akarok most, ugye, mert nem a mi dolgunk a tengeri útvonal, de ott is Olaszországba próbálnak eljutni. Viszont beszélhetünk a Balkán-félszigeti útvonalról. Hát azért jó messze van Afganisztán meg Pakisztán, hogy ide el tudnak jutni. Tehát ezek az emberek több napig utaznak, minden pénzüket föltették a útra, az összes rokonság összeadta nekik a pénzt, vagy éppen megkitelezték, vagy valami. Tehát nagyon komoly áldozatokat tesznek ezért, hogy ők ide jussanak. És akkor Törökországon ott egészen könnyen át tudnak jönni, annak ellenére, hogy a török szervek nagyon őrzik a államhatárokat, de például Görögországba ott csak át kell úszni, oda kell menni a tengerpartra, és ott át kell úszni, és már is ott van az egyik görög szigeten. Tehát ott elég egyszerű a élet ezeknek a illegális migránsoknak. És akkor jön a balkáni útvonal, és akkor azon keresztül próbálják elérni az Európai Unió legelső országát. Nekik mindegy, hogy Magyarország, az a lényeg, hogy a legelső legyen, és egy határon kelljen átmenni. Itt látható egy kép ezekről az emberekről, ugye nincsenek túlöltözve meg, tehát gyakorlatilag nagyon komoly bajban vannak ők. Tehát nagyon problémás a helyzet. Menjünk vissza a koszovói problémához. Ugye Koszovó kivívta a függetlenségét, megteremtette a államiságát. Van, aki elismerte, van, aki nem ismerte. Ugye a vezetőiket megválasztották, csak nagyon magas a korrupció, nagyon magas a kilátástalanság, magas a munkanélküliség, és azt mondják, hogy az embercsempészek elkezdik ott szervezni a csoportokat, és busszal, ugye Pristina az kiszokott esténként örülni, ott verekednek, hogy ki jusson föl a buszra, látjuk a tévébe, és szépen ugye átmennek Szerbiába személyigazolvánnyal, hiszen oda nekik át lehet menni. Elmennek Belgrádba, és elérkeznek a Magyarország a szomszédos területekre, ahol már nem mer oda menni a határátkelő helyre, mert ugye nem érvényes a személyigazolványa, nem lehet az Európai Unióval bejönni, ezt már nem kockáztatja meg, hanem azt mondja, hogy az embercsempészek ott pihentetik egy pár napig, és amikor alkalmas az időpont, akkor szépen az embercsempész annyit mond nekik, hogy arra kell menni, ott látod a fényeket, az már a Kánoán,
Európai Unió, és akkor ott csak annyit mondjál, hogy azil, és akkor már viszünk is, és ott adnak neked enni, jó meleg lesz, jó beadod a kérelmet, és akkor ott vársz, és akkor majd lesz veled valami. Nagyon sokan ezért indulnak el. Hát, hogy mi a ellentevékenység? Ugye a belügyminiszterek szépen odautaztak Szerbiába, ott megbeszélték a belügyminiszter úrral, hogy valamit kéne tenni. A német médiában megjelent, hogy aki Koszovóból jön, az nem kap menekül státuszt, hanem charterjáratokat fognak indítani, és visszaviszik Pristinába őket. Magyarok mit mondtak? Mi meg busszal visszük őket vissza. Tehát nem adunk senkinek semmit, semmilyen menekül státuszt. Hát gyakorlatilag ez a helyzet, ezért a illegális migránsok száma jelentősen csökkent az utóbbi időben, majd mindjárt vetitek ki táblázatot. De gyakorlatilag a valóságban is így jönnek az úton, ilyen tízesével, húszasával, és mennek oda a határrendészhez, és mondja nekik, hogy akkor a határrendész mondja, hogy jó, akkor várjanak meg, és akkor gyakorlatilag összeszedik őket, küldik a buszt, és viszik be a befogadó állomásra, vagy ahova kell. Látható, hogy a illegális migrációt elkövetők fő iránya az most manapság ez, és akkor megpróbálnak tovább menni nyugati irányba, mert ha megkéri a menedékjogot, akkor elviszik őket egy ilyen menekülgyűjtő központba, és gyakorlatilag onnan megszöknek, és akkor mennek tovább. Na ezzel, hogy megszöknek, ezzel jogsértést követnek el, és akkor oda a menekül státusz iránti kérelem, és akkor már kiutasíthatók az országból. És meg is teszik. Tehát van olyan, hogy naponta van olyan, hogy elfogják ugyanazt a illegális migránst, aki 2-3 nappal azelőtt jelentkezett és visszaadásra került. A jogellenes cselekmények alakulása. Amint látható, 2010-ben 9814 fő volt, és ez szépen így kezd nőni. Ugye van, aki úgy vélte annak idején, amikor a határőrséget meg a rendőrséget összevonták, hogy gyakorlatilag megoldódik ez a probléma, és nem lesz illegális migráció. De sajnos nem így van. 2014-ben 62.014 illegális cselekmény alakult a hazánkba. Ez 2015. januárjára már 15.366. Tehát egészen, ha így nő, akkor még a 60-at túl is fogja lépni. Bár most nem tudom, hogy most mintha csökkenne a tiltott határátlépések száma. És akkor hogyan alakul itt a határviszonylatokba? Ugye látható, itt a szerb határviszakasz az a piros, az összes külső az pedig a kék. Tehát ha arra gondolunk, hogy az összes többi határszakaszon milyen kevesen jöttek, itt könnyen kiszámolható, hogy itt a kettőnek a különbségéből, ilyen 60 fő, tehát az összes többi határszakaszon 60 jött, mind a 23.728 meg a szerb határszakaszon. Akkor azt kell mondani, hogy ide kell az erőt és az eszköz koncentrálni. Ezért van itt a készenléti rendőrség, ezért vannak itt a belső megyékből a rendőrkapitányság, ezért küldte a megerősítést is, itt vannak az erők és az eszközök. Gyönyörű kis ábrát tudnék mutatni, hiszen nem csak arról van szó, hogy a határszakaszon ott állunk és fogjuk a határsértőket, meg a illegális migránsokat, hanem rendszerben gondolkozunk. És akkor, ha megnézzük a rendszernek az elemeit, akkor látjuk, hogy mennyire jól van fölépítve ez a rendszer. Itt láthatók a kibocsátó országok, itt jó messze, ugye Pakisztán, Afganisztán, stb. Itt vannak a tranzitó országok, amelyeken át kell haladniuk. Itt láthatók az Európai Uniónak a területe. Ebbe az irányba jönnek, ott a migrációnak a nyila, hogy arra jönnek. Beszéltem az előbb a szállítóvállalatok felelősségéről, tehát a repülőre csak azt száll föl, akinek van vízuma. Ha nem, akkor jól megbüntetik és visszavitetik a repülővel, amelyikkel jött azt a szemét, akinek nincsenek okmányai, megfelelő okmányai. Na de akkor hogyan épül fel az egész rendszer? Tehát nem véletlenül ment el a német belügyminiszter asszony Koszovóba, és ott mondta, hogy ne jöjjetek, mert azt mondta, hogy gazdasági tájékoztató politikai eszközök. Itt sem élnek olyan jól, itt is dolgozni kell, stb. Maradjatok ott, meggyőzi őket. Másik a vízumrendszer. Nem is gondolják, hogy milyen nehéz egy vízumot megszerezni, egy magyar vízumot. A konzulok azon őrködnek, hogy minél kevesebben kapják meg a vízumot. Ilyen
érdekházasság, meg mit tudom, mindenféle trükköket bevetnek az emberek, hogy vízumot kapjanak. Ezt mondjuk láttam Törökországban, ezt a dolgot. Vannak a kihelyezett okmányszakértők és összekötő tisztek, nagyon fontos, hogy ők segítséget nyújtsanak az adott országba, hogy minél jobbak legyenek, és ha innen elindul 100 illegális migráns, akkor itt már ne jusson át csak 80 vagy 70. Következő a biztonságos harmadik ország, oda már ne jusson csak 50, ott adja be a menedék kérelmét a biztonságos harmadik országba, ne jöjjön be az Európai Unióba. És akkor itt van a külső határok szigorú ellenőrzése, azt sem szeretnénk, hogy ott átjöjjenek. Tehát itt elindultak mondjuk 100-an, ide már nem jutnak csak 30-an vagy 20-an, mert a sok szűrő megszűri őket. És akkor itt van a integrált belbiztonság, itt mindenki együttműködik mindenkivel, és szépen elfogják az illegális migránsokat, vagy akinek nincs tartózkodási engedélye, vagy lejárt az okmánya, vagy valami. És akkor általában ugye ez a célország. És akkor kompenzációs intézkedések bevezetése, amiket mondtam, ilyen összekötőtisztek cseréje, akkor információcsere, közös járőrözés, meg ilyen minden, ez mind kompenzációs intézkedés. Ilyen lenne a jó határozati rendszer, ugye, akkor az lenne, hogy falként ott szépen állnak a határrendészek. Hát nem ilyen, hanem ilyen. Ilyen, hogy ott vannak a 1-től 5 kilométerig a határrendészeti kirendeltségek, ők őrzik a zöld határt. Nagyon meg van erősítve az egész terület éjjellátó eszközökkel. Ugye a nyuszinak a fülét, hogy lelóg vagy éppen föláll, ez 3 kilométerről lehet látni ezzel az eszközzel optimális időben. Tehát a nyuszikat szokták nézegetni a határrendészek. És akkor gyakorlatilag csak oda küldöd, hogy na, ott van a csoport, és fogjátok el, és hozzátok be. Ez az első lépcső. Második lépcső ugye itt a mélység, megyei rendőri szervezeti elem, aki oda átjut, akkor azt elfogják. Ugye a lakosság az barátunk, a buszsofőr, meg a vasutas, meg mindenki, aki lát valamit, meg a helyi tanyatulajdonos, akkor az azt mondja, hogy jöjjenek, és akkor fogják el, és miért jöttek ilyen későn, ott mondja a nénike, hogy hát, siessenek már egy kicsit. Tehát ez a második lépcső is itt, a mélység, ez pedig a harmadik, ugye autópályákon, pihenőhelyeken ott ellenőrizzük. Tehát egy rendszer van. Ugye megláttuk, a vízumkiadással kezdődik az egész, és így, ahogy jövünk a külső határokhoz, megérkeztünk a nagyon szigorú határellenőrzéshez, és onnan is tovább folytatódik a rendszer. És a belső határoknál ugyanígy a közrendvédelmi, meg közbiztonsági ellenőrzéseket végrehajtjuk. Nagyon jó modern eszközeink vannak. Modern járőrautók, ilyen pathfinderek, itt a hőkamera, ugye ilyen árnyalakokat látunk, ezt biztos látták már a tévében, azért nem akarom itt bejátszani. Tehát nagyon jól el van látva technikai eszközzel ez az egész határrendészeti dolog. Itt látható egy határ átkelőhely, ez a röszkei határ átkelőhely. Itt nem jönnek a migránsok, így, gyalogosan, viszont így jönnek, ott elbújnak az alépítménybe, elbújnak a csomagtartóba, és akkor próbálkoznak, de kevés esélyük van, meg kell, hogy mondjam. Itt minden ugye látható, mindent figyelnek, tehát itt nincs semmilyen ilyen dolog, ami elkerüli a ellenőröknek a figyelmét. Hogy hova jutunk el majd? Ugye van egy ilyen iris felismerő rendszer, ez már automatikus utasforgalmi ellenőrzési rendszer a határátkelő helyeken. A Liszt-Ferenc repülőtéren már van automatikus útiokmány leolvasó rendszer, meg Londonban is van, ugye amikor múltkor Londonba mentem, akkor direkt kipróbáltam, hogy megismere, hát megismert, ugye, mert a biometrikus útlevelem az ott volt, ugye minden fényképen, meg mindenem ott volt, új lenyomatom, minden ott volt benne. Aki be akar lépni a Schengen országba, annak be kell írni az összes adatát ebbe a Schengeni információs rendszerbe. Itt tároljuk a útlevelének a számát, minden tárolunk, még a fényképe is megvan, autójának a száma, minden megvan. Ez egy darab rendszer az egész Schengenen belül. És gyakorlatilag úgy működik a rendszer. Kiket fog el a határrendőrség, vagy kit fog el a rendőrség, hogy a jogellenesen itt tartózkodó embereket fogjuk el. Ugye, akik menedékkérelmet adnak be,
azok nem jogosultak tovább utazni a szomszédos országokba. De ha ezt megkísérik, akkor gyakorlatilag elvesztik ezt a menedékkérelmüket, és akkor kitoloncolják. Látható, hogy micsoda változások voltak májustól szeptemberig, ugye oda vezényeltek egy nagy csomó rendőrt, technikát, tehát nagyon komolyan kezeljük ezt a problémát, és mindig a aktuális helyzethez igazítjuk a erőeszközt. És akkor mi történik, akiket elfognak? Akiket elfognak, előállítják a határrendészeti kirendeltségre, ez maximum 12 óra lehet, de egyszer meghosszabbítható. Már az előállítás során, amikor oda megy a járőrhöz, akkor ruházat átvizsgálás történik, meg csomagátvizsgálás, ilyen szúróvágó eszköz, meg fegyvert, meg ilyeneket elveszünk tőlük. Utána következik a személyazonosítás és az adatrögzítés. Utána következik az új lenyomatvétel, tehát ez már nem a régi, bekenjük a kezünket tintával és bemártjuk, hanem eszközökkel vesszük az új lenyomatot. És utána jön a idegenrendészeti meghallgatás. Ebben a tömeges migrációs helyzetben ilyen karszalagot is szoktunk adni, mint a diszkókban ugye a belépési karszalag, olyannal azonosítjuk az embereket. Mert ugye, ha megkérdezünk egy pakisztánit, hogy do you speak English, akkor ő azt mondja, hogy urdu speaking, az urdu az a egyik nyelvjárás, hát gondolják-e, hogy ilyen anyanyelvi tolmácsot kéne oda keríteni? Hát nincs anyanyelvi tolmács, hogy nem minden esetben van. Vagy ha van is, akkor ő már Mercedes-szel jár, mert annyi pénzt keresett, ugye az óradíja az annyi. És akkor adunk ki ilyen többnyelvű tájékoztató lapokat, és azt olvasgatják már, aki el tudja olvasni. Aki a menekült kérelmi szándékát jelzi, az 24 órán belül át kell adni a bevándorlási és állampolgársági hivatalnak. És ők nem toloncolhatók vissza, odaadjuk, és akkor ott törődnek velük. Egy ilyen idétlenes menekültgyűjtő helyet szeretnék bemutatni, ezt a rendőrség bérelte, ez egy raktár, és akkor mint az amerikai katonáknak az ágyai úgy vannak elhelyezve. Itt ugye 12 órát tölthet maximum, de a gyakorlat az, hogy amint összegyűlnek egy busznyira, akkor elviszik a busszal a bevándorlási és állampolgársági hivatalhoz őket. Mit csinál a rendőrség a keleti pályaudvaron? Ugye mondtam, hogy a belső határokon megszűnt a határforgalom ellenőrzés, ezért biztonsági deficit keletkezett, és ezért növelni kell a ország mélységében az ellenőrzést. És akkor ott ugye járőröznek a rendőrök, és igazoltatják a gyanús személyeket. Hát mondjuk nem nehéz kiszúrni a idegeneket, úgyhogy... Mit csinál, vagy mi történik azzal, aki nem jelenti be, hogy menekült szeretne lenni? Az visszaadható a szomszédos országnak, vagy idegenrendészeti őrizetbe vehető. Vannak ilyen idegenrendészeti szállások, és akkor oda visszük őket. Ott hosszabb távon is el tudnak lenni. 6 hónap a rendőrségi őrzött szálláson az az idő, és a 6 hónap alatt valami kiderül róla. Sajnos néha úgy el szokták dobni a útlevelüket, meg úgy nem igazán mondják meg, hogy honnan jönnek, tehát nehéz velük bánni. De ez az a társaság, aki azt mondja, hogy ő már nem akar visszamenni, mert itt azért van fedél a feje fölött, adnak neki enni, és biztonságban van. Mélységi migrációs intézkedések csak annyi, hogy ilyen jelentősebb elfogásoknak a száma, mit tudom, 183 fő, tehát gondolják, hogy 200 ember ott megjelenik egy rendőrjárőrnek, akkor egyből erősítést kell hívni, autóbusz meg. Nagyon komoly ilyen logisztikai feladat ez, és még senki nem volt ellenséges. Tehát nem volt ilyen, hogy megtámadták a járőrt, meg semmi. Gondolják, hogyha valaki ott megtámadná a járőrt, akkor mi lenne? Akkor milyen problémák lennének? Néhány szó szeretnék még a Frontexről. A Frontex összefogja az egész Európai Uniót. Végzi a határőröknek a képzését, adatbázisokat csinál, Schengen katalógust ad ki, mindent ad, mindent összefog a Frontex, és ennek a központja Lengyelországban van, Varsóban, és akkor ennek van a Rabbit nevű gyorsreagálású határvédelmi csapata, aki a nagyon szorít a cipő, ez egy nemzetközi erő, ezt azonnal bevethetik. Erre példa a görög és a török határon volt néhány évvel ezelőtt. Tehát ők határrendi szakemberek, több nemzetiségűek, és akkor
ők a rabitosok. És akkor különböző műveletek vannak, ha a tévében hallják, akkor van ilyen Amazon, meg Nautilus, meg Héra, meg Poseidon, ugye ez mind tengeri hadművelet, és akkor vannak mások is. Tehát mondjuk egy 17 napos akció során 2161 fő került visszairányításra. Tehát dolgozik ez a szervezet is. És akkor következtetések, összefoglalások. Tehát megállapíthatjuk azt, hogy hosszú utat tettünk meg, megállapítjuk azt, hogy más országok máshogy őrzik a határt, de mi Európai Unióban vagyunk, kulturált emberek vagyunk, mi az eszünket használjuk, nem a pénzünket, nem építünk falakat, nem építünk aknamezőt, de így is eredményesek vagyunk. A Schengen külső határokon szigorú ellenőrzést hajtunk végre, együttműködünk a többi tagállammal, és működhetjük a Frontex-et, aki az egészet összefog és a gyakorlati problémákat kezeli. Én megköszönöm a figyelmüket, köszönöm szépen!